Március 18-ára hívtam meg Csóvos Pálosra a kistérség polgármestereit. A cél az volt, hogy egyeztessünk, gondoljuk át közösen azokat az intézkedéseket, amelyeket már megtettünk, és amelyeket a közeljövőben meg kell, hogy tegyünk. Sajnos a koronavírus járvány miatt. A cél az egyértelműen, amely megegyezik a magyar kormány elképzeléseivel is, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy lassítsuk ezt a folyamatot. Mi azt gondoljuk, hogy ha ez sikerül, és nem egy vagy két hónap alatt söpör végig az országon ez a járvány, akkor életeket tudunk ezzel megmenteni. Csóvos Pálos tekintetében elmondhatom, hogy gyakorlatilag minden olyan helyet lezártunk már, ahová emberek járnak. Minden programot lemondtunk, pontosan azért, hogy az emberek ne terjesszék a vírust, ne ragaszták egymásra, de a tapasztalat az, hogy gyakorlatilag a kistérség minden településén ugyanez történt. Nagyon szeretnénk fölhívni a figyelmét a lakosoknak, hogy minden szabályt tartsanak be. Ez most nagyon fontos, mást egyre nem tehetünk. Kérjük, hogy vegyék komolyan a fenyegetettséget, mert óriási a veszély, és még egyszer mondom, hogy cél most már az ember életeknek a megmentése. Tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy nem mindenki ért ezzel egyet. Természetesen minden véleményt tiszteletbe tartunk, de osztani nem tudjuk. Sajnos egyelőre a vírussal kell küzdeni, utána pedig majd, ha lecseng, ami nagyon reméljük, hogy a nyár folyamán ez be fog következni, akkor pedig következik a második menet, amikor is a gazdasági problémákkal kell majd megküzdeni, de hát ez már egy másik fejezete lesz ennek a történetnek.